délelőtt arra ébredt a volt feleségem, hogy én állok lenn a földszinten, és fejjel megyek neki a galériát tartó oszlopnak, aztán két lépést vissza, majd megint elindulok, megint neki megyek fejjel. Így, mint a Lego autó, hogy próbálkozik előre, hátra, neki mentem, hátra léptem. És ez alatt a gyermekeim ott álltak és nézték, hogy az apjuk szét van csúszva, és nem tudja, hogy milyen nap van. Tényleg nagyon bátor voltam, hogy addiktológus, osztályvezető, főorvosként egyszer csak azt mondtam, hogy gyerekek, álljunk le, mert itt velem van baj, itt egyszer magamat kell egy kicsit újra tervezni, és akkor jövök vissza hozzátok gyógyítani. Azt hiszem, hogy olyan félelmet soha nem éreztem, amikor első alkalommal a beülőt rám adták, hogy akkor most én következem. Mert hogy lenn, amikor be vagyok tolva, na akkor megvan az alázat. Megvan az, hogy senki nem vagyok ehhez a hegyhez képest, és innen már nem lehet visszatérni, ezt meg kell csinálni. Miközben féltem, remegtem, és annyira lúzernek éreztem magam, mint még soha. Viszont amikor felértem, olyan boldogságot éreztem, azt éreztem, hogy ezt nem hiszem, hogy ezt én csináltam meg, bazd meg. Olyan intenzív örömöt csak szerhasználatkor, csak beállva éreztem. Ezért aztán az volt, hogy ez még kell nekem. Szerekről állni egy nagyon nehéz folyamat, el kell engedni egy biztos örömforrást. Nagyon jó volt. Leülök a székbe, kibontom a sört, és utána 10 perccel jól érzem magam. Tehát ez nagyon nehéz, ezt az érzést helyettesíteni olyan örömforrásokkal, amelyek nem ártalmasak az egészségre, amelyek nem verik szét a családi kapcsolataimat. Nincs kinyalva a kliensek segge érkezéskor, tehát nincs fancy internet meg televízió a szobában, tessék magaddal foglalkozni, tessék egy kicsit befelé fordulni. Elég jó szimatom van az új utakhoz és a jó megoldásokhoz. Ahogy haladok lépésről lépésre egyre feljebb, és megharcolok, a véremet teszem minden lépésbe, ott van a halálfélelem, ott van a miért a francért indultam én el érzés. Valahogy megtanulom ezt az utat becsülni.